Figyelem! Ma egy extrém partijátékot fogunk bemutatni. Hogy mi fánterem egy extrém partijáték? Nos, ezek olyan játékok, amelyek vagy mechanikában, vagy témában kissé furcsábbak, meghökkentőbbek, egy szóval extrémebbek a szokványos partijátékoknál. Csatoljátok be a biztonsági öveket, és az érzékenyebb lelkületű nézőinknek pedig megengedjük, hogy ezt a videót most az egyszer kihagyják. Azoknak, akik a figyelmeztetés után is velünk maradtak, sziasztok, Huni vagyok, és ma a Thomsoni filozófia egyik legérdekesebb etikai dilemmáját fogjuk boncolgatni. Mitől ember az ember? Milyen döntéseket lehet, sőt szükséges meghoznunk, hogy a világgal, vagy legalábbis saját magunkkal megbékélsünk? Vajon a tehetetlenség átok, vagy áldás? Röviden, ha egy megállíthatatlan villamosban ragadva tőletek függne, kit gázoltok el, és kit hagytok életben, ti vajon milyen döntést hoznátok? Köszöntünk titeket a villamos dilemmában! A villamos dilemma egy három csapatra osztott extrém partijáték, így legalább hárman kell játszanotok. De igazából a játék köré akárhány játékos leparkolható. De kezdjük is az elején. Válogassátok szét, majd keverjétek meg külön-külön az ártatlan, a bűnös és módosító kártyákat. A három paklit helyezzétek az asztalra, egy mindenki által könnyen elérhető helyre. Válasszátok ki, hogy ki legyen az első villamosvezető, és helyezzétek a sínpályalapot az asztalra úgy, hogy az indító sín a villamosvezetőre mutasson. A többieket osszátok két, többé-kevésbé egyenlő csapatba, és üljetek a masinista két oldalára. Csapatként a célotok, hogy a villamosvezető megállíthatatlan villamosa ne a hozzátok közelebb álló sínre gördüljön. Ennek elkerülése érdekében ártatlan, bűnös és módosító kártyákat kell majd húznatok. Ezeken a lapokon különböző végtelenül változatos rajzokat, embereket, állatokat, csoportokat és különböző fura ötleteket fogtok találni. Ha hárman vagytok csapatonként, mindannyian más-más pakliból húzzatok 3-3 lapot. Ha kevesebben lennétek, közösen húzzatok fel 9 kártyát, ha háromnál többen lennétek egy csapatban, minden további játékos szintúgy húzzon 3-3 módosító lapot a pakliból. Miután megtörtént a laphúzás, a csapatok húzzanak fel még egy-egy ártatlan kártyát a pakli tetejéről, és helyezzék el őket a saját síneik végére. Ezt követően a csapatok 3 ártatlan kártyát húzó játékosra válasszon ki egyet, és helyezze azt a sínük végén ártatlankodó lap mellé. Ezt követően a csapatok azon játékosai, akik a 3 bűnös kártyát húzták, válasszanak ki egyet a kezükben található sötét és gonosz lapokból, és helyezzék azt az ellenfél csapatának sínére. Végül a módosító kártyákat húzó játékosok szintúgy választanak ki egy-egy lapot a kezükből, amivel rámutathatnak bármelyik már lerakott lapon található karakterre. Így mindenkinek a kezében 2 kártya marad csak, ezeket dobjátok el, rájuk már nem lesz szükségetek. Most, hogy feltöltöttétek a sineket, kezdődhet a játék igazán ütős része, az érvelés. A villamosvezetőnek előbb vagy utóbb meg kell hozni a lehetetlen döntést. Hogy a két sín melyikén található lapokat fogja könnyörtelenül ledarálni megállíthatatlan villamosával. Az érvelés fázisában mind a két csapatnak megvan a lehetősége arra, hogy megpróbálja rábeszélni a villamosvezetőt arra, hogy a másik csapat sine mellett döntsön. Miután mindkét csapatot meghallgatta, a villamosvezetőnek meg kell hoznia a döntését, és el kell gázolnia az egyik sín összes résztvevőjét. A vesztes sín csapatának az összes tagja kap egy haláljelzőt, majd a villamosvezető adja át a vezetést és a táblát a baloldali szomszédjának. A többi játékost osszátok szét két hasonló létszámú csapatra úgy, hogy az új villamosvezetőt használjátok felezővonalnak, így a csapatok összetétele minden fordulóban más és más lesz. Kezdődhet is a következő forduló. Ha 3-an vagy 4-en játszatok, a játék egészen addig zakatol, ameddig az összes játékos kétszer nem volt villamosvezető. Több játékos esetén mindenki egyszer kerül sorra. Az utolsó forduló után a legkevesebb haláljelzővel rendelkező játékos érdemelte ki a győzelmet. Döntetlen esetén örüljetek, mind a ketten megúsztátok az egészet. A villamos dilemma több hónapon keresztül tud megbotránkoztatóan ütős beszélgetést és természetesen vitát kezdeményező játékmenetet garantálni. Már csak a kártyák mennyiségének köszönhetően is. Mi több, a játék fejlesztői mindenkire gondoltak. Könnyítésként a villamos-villamos játékmódban a legtöbb haláljelzővel rendelkező játékos további módosító lapokat húzhat a kezébe. És ezek közül egyet extrában is kiátszhat a forduló alatt.
Ha pedig igazi kihívásra vágytok, a bűnrészes gyilkosság játékmódban minden játékos 3 extra módosító lappal kezd a forduló elején, és ezekből a saját körük alatt mindig kijátszhatnak egyet-egyet. Ha már party, legyen extrém. Jó játékot kívánunk!